A múzeumi hónap műtárgya a sárközi nagybásony, amely Öcsényről származik, illetve konkrétan ez egy nagyon szép régi nagybásonynak a reprodukciója. Amikor eldöntöttük, hogy kitesszük ezt a reprodukciót így a hónap műtárgyának, két fontos dolog vezérelt minket. Az egyik, hogy szerettük volna bemutatni azokat az alkotókat, Tolna megyei alkotókat, népi iparművészeket, ez egy sorozaton belül, akik a mai napig is sokat tesznek és sokat tettek régebben is a sárközi népművészetnek a fennmaradásáért és visszatanításáért. Másrészt azért is tartottuk fontosnak, mert ennyire szépen megmaradt, teljes, épp nagybásony tulajdonképpen nem volt a gyűjteményünkben. Pártát elkészítő Minorics Jánosné Szűcs Julianna, ahogy mindenki ismeri egyébként, Juliska néni, egy országosan elismert alkotó, népi iparművész. Ezért is tartottuk ugye fontosnak, hogy róla is egy kicsit beszélni lehessen. Juliska néni 1945-ben született Sárpilisen, és a házassága után a 60-as években Öcsénybe költözött, illetve az egész életét ott élte le. Az 1970-es években egy nagyon megbecsült és elismert tagja volt a Sárközi Háziipari Szövetkezetnek, ahol ő szövőként dolgozott, és 2001-ben, amikor a Népi Iparművész címet megkapta, ő szövőként, rost- és rojtkötőként szerezte meg. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 50 évben folyamatosan zsűriztette a munkáit, és adta be a művészetek a hagyományok házába a megméretetésre és bírálatokra. A 70-es években, a szövés után kezdett el Juliska néni foglalkozni a sárközi népviseleti darabokkal, tehát népviselet alatt értem itt a teljes ruházatot, a röpikét, a szoknyáknak a javítását, a kötényeknek az elkészítését, és az ehhez tartozó, tehát a népviseletekhez tartozó kiegészítő darabokkal, ilyennek minősül tulajdonképpen ez a nagybársony is, a hozzátartozó hátpántlika, ilyen a lányoknak a nyakbodra, a férfiaknak a menyasz vagy vőlegényi kalapra tartozó dísze, illetve a különböző vőlegény bokréták. 1996-ban készítette el az első nagybársony, teljesen egy reprodukciót, ami rögtön abban az évben az Országos Népművészeti Kiállításon harmadik helyezést ért el, és azóta körülbelül 70 darab, 70 fölött tart azoknak a nagybársonyoknak a száma, amit Juliska néni meg elkészített. Hát maga a nagybársony az egyébként három részből áll, mindig is abból állt. Van neki egy első, egy homlokbársony része, van neki egy középső, ez nagyjából idáig tart, ez a hátsó rész. A középső rész, bocsánat, ez a középbársony vagy kisbársonynak nevezik, és az egészet erről a hatalmas hátsó részről kapta a nevét, a nagybársonynak nevezik, és ez az egésznek is lett tulajdonképpen a neve. Egyesével közelről megnézve azért látszik, hogy milyen elképesztő, aprólékos munkát takar maga az egész elkészítése. A nagybársonyon semmi sem véletlenszerű, minden elemének pontosan megvan a helye és a jelentősége. Mindig úgy kellett összeállítani a nagybársony színkompozícióját, hogy az harmonikus egységet alkosson önmagába is, illetve a ruhákhoz, amelyekhez ezek a nagylányok viselték, harmonikusan illeszkedjen. A középső részen kezdődik a piros szegfügg felrakása. Tulajdonképpen fokozatosan emeli meg az alkotó a nagybársonynak a méretét. Azt is érdemes tudni, hogy maga az egész, az három, mint a mai hajpántokon, három drót vázra van felillesztve, amit aztán a végén alulról, tehát ugye bélelni kell, hogy az ember fején elviselhető legyen és kényelmesen lehessen hordani. Alapvetően minden egyes háttérünk a nagybársonyra, a hátsó részére. A hátsó része is két részből áll, a legfeltűnőbb az óriási nagyszámú piros szegfű. A kivitelezés során a kezdőpont kijelölése is meghatározó. Az is fontos, hogy a nagybársonyt mindig középről indítják, ugyanis középről kezdik el rakni, hogy lássák a szimmetrikusságot és meg tudják tartani a virágoknak az arányait az elhelyezésben. Nagyon fontos volt ebben az időben, sokat raktak bele, nálunk egy gyöngyvirág található benne, de például a kék ne felejts is egy kifejezett kedvenc virága volt a lányoknak, és azzal is díszítettek, továbbá különböző arany rezgőkkel,
Ezek régen ilyen drótszálak, meg részszálakból készítették, ugye ezek ma már nem kaphatóak. Tehát azért fontos tudni, hogy valamennyire az anyagoknak az eltűnése után új modern anyagokkal kellett dolgozni, illetve a mai napig azzal dolgoznak a népi iparművészek, illetve az alkotók. A nagybásonyt, amikor föltették, hátul is szinte teljesen, majdhogy nem takarta a fejet, szintén a hátsó részéhez tartozik, ez egy 7-8 centis fekete rakott selyemszalag, ami legyezőszerűen terül szét hátul a fejen, és a kettő között, tehát a selyemszalag és a virágok közé teszik be mindig a különböző zsenília szálakat gyöngyökkel, és az úgynevezett speciális barkákra hasonlító beréket. Ez három szálat szoktak egyébként felfűzni. Ez is azért kellett, hogy amikor hátulról a lányoknak a fejét nézték, gyakorlatilag a díszessége, a kompozíciója megmaradt. Magának a nagybársonynak, illetve a virágoknak a tartásáról pedig a keményítés gondoskodik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bekevert keményítőt ráfolyatják mindenhol végig a szirmokra, a virágokra, és egy darabig forgatni kell, amíg ez a keményítő egyenletesen eloszlik minden egyes selyem részleten, és utána ezt a tartást meg tudja adni ezeknek a nagybársonyoknak. Ez a színes, pompás fejdísz élőben is rendkívüli élményt nyújt, hangulatában és részleteiben is kivételes alkotás.